Kartonokat tömörítenek Óbecsén a Botra szeméttelepen, így kevesebb helyet foglal és olcsóbb is az újrahasznosítható szemét szállítása. Várhatóan két év múlva bezár a telep Óbecsén, onnantól a nagykikindai regionális hulladék lerakóra kell majd szállítani a szemetet. A várható bezárás ellenére a kommunális vállalat több beruházásra is költött. Fásítással szélvédett övezetet alakított ki a terep körül, műhely épült a gépek karbantartására, egy új csarnokban pedig válogatják és préselik a szemetet. Ezek a beruházások arra szolgálnak, hogy mink itt bírjuk a szekundáris alapanyagot, amit elkezdtünk szétválogatni, tovább válogassuk szét, annyival kevesebbet kell majd vinni a regionális deponiára, annyival megspórolunk pénzt, amit nem kell majd fizetni a tárolási kikindába. A becslések szerint a községben évente 20 000 tonna szemetet szállítanak a Botrára. Ha majd Nagykikindára kell vinni ezt a hulladékot, az akár évente 500 000 euróba is kerülhet. Több szakértő szerint is az óbecsei kommunális vállalat azzal, hogy egy újrahasznosító központot alakít ki a bezárás előtt álló szeméttelepen, kiváló példája a társadalmi felelősségvállalásnak. Oni rade već tako da spremni dočekaju one stvari koje će biti aktuelne kada prosto dođe moment za to. Ti momenti neki u našoj praksi, u našoj zemlji se odlažu, međutim potus je očigledno ne računa na to, nego se sprema za te dve godine. A Tiszamente Óbecse kommunális szolgáltató Kft. Az építési törmelék és a biohulladék újrahasznosítását is szeretné megoldani a közeljövőben.